Szeretnénk megkérni a vezetőedzőt, hogy foglalja össze a véleményét a mai találkozóról és a két mérkőzés összegében. Questa è stata sicuramente una partita difficile, però ho giocata meglio la mia squadra rispetto anche alla partita di Tehát azt mondta az úriember, hogy ez a mérkőzés mindenképpen sikerült, mint az első mérkőzés alakint, de itt is nagyon látszódott a technikai különbség, hiszen azért az ő csapatokhoz képest az egészen sokkal technikásabb, sokkal kompetentebb csapat, de úgy gondolom, hogy ez a eredménnyel most az elégedett van a mérkőzésen. Tehát ugye a Debrecen egy egyértelműen jobb csapat volt, hozzájuk képest mindenképpen egy sokkal erősebb csapat, de nagyon fontos volt számomra, hogy minél jobb benyomást keltsenek ilyen idős stadionban, vagy ilyen nagyszerű közönség előtt. Nekik ez volt a legtöbb céljuk, és ezt gondolja, hogy talán sikerült is, hogy nem voltak szégyen. Jól tudom, az első találkozón 3-400 néző volt, meglepte őket ez a több mint 10.000 néző. Hát persze, nekik ez egy nagyon nagy kellemes meglepetés volt, általában Szamarinóban csak pár száz néző volt, mint ugye a mérkőzéseken. Nem is látták, hogy ilyen sok néző lesz, ugye 12.000 nézővel tudjuk. És persze lehet, hogy extra motiválta, hogy ilyen sok nézőt játszott, mert nem is nagyon játszott a soha ilyen sok néző előtt. Csapat kapitány véleményére is kíváncsiak vagyunk. Mária, d'accordo con il ministro, che così abbiamo fatto un'ottima prestazione. Hát ő is teljes mintén egy edző véleményével, nagyon örült ennek a lehetőségnek, és igazából meg is megadta a lehetőséget, hogy megköszönje a fogadtatást, amelyet részesült a városunkban. Nagyon tetszett a körülmények, nekik mindenki nagyon kedves volt velük, és igyekeztek. Tehát ők mondott, hogy ebben a megkülönbözőben ez volt a legtöbb, amit kellett hozni, és ezt szerintem ki is hoztál. Hányszoros válogatott játékos? Quanto volt ez egy Gioletta Ignus Federazionale? Ho fatto 73 partite, 8 gol. 73 partite, 8 gol, 8 gol szerzett. Amikor mi fiatal volt, még ezt hozta fel Monti negatívumnak, hogy ők még már május elején akarták a városát, és akkor nem csinálják focisztat, úgyhogy még igazából most kezdenek ők is még az alapítást, de most kezdődik a városát számot. Grazie a voi! Köszöntök mindenkit! Igen, nem vagyok boldog, mert rengeteg helyzetet kihagytunk, és főleg az első időben egy kicsit lassabban játszottunk. Kértem, úgyhogy ilyenkor nagyon nehéz, amikor van egy 5 gólos előnyöd, de aztán utána mindig egyre többet húzunk a labdán, meg be akartuk vinni a kapu előterébe a labdát. Keveset lőttünk át ellentétben a kinti mérkőzéssel, úgyhogy ennek is legalább 5 gólnak kellett volna lenni a mai találkozón, hogyha koncentráltabbak vagyunk a kapu előtt. A nemzetközi mérkőzés teljesen mindegy ellenfelünk olyan volt, akkor is tudtunk lehetőséget adni egy Szatmárni Csabának, aki szerintem jól mozgott. Adtunk lehetőséget a Korlók Misének, aki a válogatottból jött vissza, hogy ugye ott kevés mérkőzést játszott, és legyen mérkőzésbe. Ugye mert visszajött, akkor volt egy pár nap pihenője is, és most pedig nyilván meccse szüksége van, mert jövő héten a fehér oroszok ellen nagyon nehéz mérkőzés vár ránk. Azért is cseréltem, hogy az új játékosokat is be tudjuk mutatni a közönségnek, úgyhogy kapjanak lehetőséget, szokják a stadiont, tehát mindenféleképpen ezeket a dolgokat azért szem előtt kell tartani. A fehér orosz csapatot sikerült már valakinek megfigyelnie, vagy felvételt kaptatok-e róla? Van felvétel róluk, már megnéztem több mérkőzésüket, de ez még folyamatban volt természetesen. Ugye itt volt még a visszavágó, tehát egyelőre ezzel foglalkoztunk, azért én nyilván már azért belenéztem az ellenfélbe, ellenfélnek a játékába, úgyhogy, és ez folyamatosan az elkövetkező napokban meg fogjuk mutatni a játékosoknak, mire kell számítani. Két év után voltak újra végre nagyon sokan, gondolom, hogy nektek is élvezetesen maga a játékosoknak is így játszani. Persze, sokkal jobb volt, és ezért vagyok bosszus, mert kellett volna még néhány gólt szerezni, és akkor még jobb szájízzel mennek haza a szurkolók. Reméljük jövő héten is egyen lesz. Bízunk benne, így van. Nagyon jó volt látni, hogy nagyon sokan voltak, jó volt, ahogy biztatták a csapatot. Nyilván ez a srácoknak is sokat számított. Igen, bízunk benne, hogy ugyanígy megtisztelik a csapatot, és kijönnek, és segítik a csapatnak a szereplését. Köszönöm szépen az érdeklődést, jó szurkolást!